Paks egyik legmagasabb pontján az Öreghegyen megújult a csapadékvízelvezető árok egy szakasza. A Jókai utca végén lévő 92 méter hosszú új csapadékvízelvezető a napokban készült el, mely a Jókai utcai közterületekről és az ott lévő ingatlanokról tereli a vizet a Kömlődi utcába. A régi árok részben zárt volt, részben ugyanígy nyitott volt, és a fagy már megdorgálta a betonfelületet, szétesett, több helyen alá került a víz. Szomszéd ingatlanon elkészült egy új kerítés, és ez szükségesítette, hogy egy új csapadékvízelvezető árok épüljön itt. A novemberben átadott agyagos munkaterületen tavasszal tudtak csak a munkagépek dolgozni az időjárás és a lejtős terepviszonyok miatt. A Jókai utca 200-as átmérőjű gyűjtőcső kétszer akkora méretűre lett kicserélve, hogy még jobban el tudja vezetni a hirtelen jött csapadékvizet. Az ároknak a keresztmetszetét a vízgyűjtő felületeknek megfelelően kialakított 40x40-es mederlapból készült az alja, és egy 30 fokos szögbe két oldalról betámaszt a másik 40x40-es lap. Ez így egy elég komoly keresztmetszet, ami el tudja vinni a csapadékvizet. A közel 11 millió forintos beruházás teljes egészében a paksi önkormányzat költségvetéséből valósult meg.